Tehát még egyszer, Kohele tízes fézzel fogunk foglalkozni, és ez ugye tizedik hónap kezdete alkalmával, ami, des új hónap, és ugye ez a tizedik hónapja az évnek. Ami azt jelenti, hogy közeledünk az év végéhez, illetve hát az új év kezdetéhez, ami azt jelenti, hogy hamarosan egy új naptára is szükségünk lesz, de még egyelőre. Ezzel kapcsolatban igazából sok mindent nem tudunk, hiszen nem ért véget az ég. erről ennyit. Ha bármi probléma van, akkor mindenképpen szóljatok nekem, úgy tűnik, hogy minden nagyszerűen halad. Úgyhogy elkezdjük, ez pedig sem ott. A második fejezet, a tíz parancsolat, vagyis az, az a hát pillanat. Még egy kicsit hagy állítgat. Férjön a okay, egy, csak egy pillanat, és akkor beállítgatom ezt. A lehető legtöbbet lehessen látni mindenből. Nem takarják el egymást. Rendben. Emot, 20 huszas fejezet második verstől, így szó, én, Jahua vagyok a te Elohimed, aki kihoztalak téged, Egyiptomnak vagy Mészraimnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen Elohimed én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek kalant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én, Jahua, a te Elohimed fejtőn szerető Elohim vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmaságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Jahuának a tálohimednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt, a büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a sabát napról, hogy külön válaszd azt. Hat napon átmunkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Jahuának a te Elohimennek ennek se bátja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremtél, a hua az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék, azért megáldálja hua a sabát napját, és külön választál azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig éj azon a földön, amelyet a hua te ad neked. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanú bizonságot. Ne kívánd a te felebarátodna házát, ne kívánd a te felebarátodna feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se, őkré, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Halleluja. Következő ez Debarim 6-os fejezet, 4-től 9-ig, ami így szó ez Debarim 6-től 9-ig. Ald Israel Jahua, mi Elohimünk Yahua egy. Szeresd azért Jahuát, a te Elohimedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked legyenek a te szívedben. És gyakorolj ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz és kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlok a te szemeid között, és írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuida. Halleluja! Következő. Ugye, azért ez mégis csak egy sebbát, de nézzük meg Ézsaiás 58-as fejezet 13-as verse, illetve hát a 14-est. Mely így szó. Ez pedig a vulgáta. Ha visszatartod lábadat a sabát napon, hogy ne jár kedvteléseid után az én hodás napomon, a sabátot gyönyörűségnek nevezed, a hodás napját dicsőségesnek, és megdicsőíted azzal, hogy nem jársz a magad útjain, és nem keresed kedvtelésedet, és nem folytad szóbeszédet, akkor gyönyörködni fogsz a és felviszek a föld magaslataira, táplálok téged atyádnak, Jakobnak örök részével, mert a huha szája szól. Halleluja. Jeremiás a következő 17-21-től 23-ig. 23, ha minden jól megy. térünk a Károlihoz. Ezt mondja Jahua. Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok tehet a sabát napon, se Jerusalaim kapuim be ne vigyetek. Házaitokból se vigyetek ki terhet a sabát napon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem különítsétek el a sabát napot, úgy, amint atyáitoknak megparancsoltam. Halleluja! a 66-os fejezet, ha jól gondolom, Tartalmaz. Így van. És egyás 66 20tól így szól, mivel ugye ez az új hónap, vagyis hoje, és az új hónap kezdete. Ez szerintem egy nagyszerű idézet erre az alkalomra. És elhozzák minden testvéreiteket, minden népek közül ajándékújahuának. Lovakon, szekereken, intókon összvéreken és tevéken, rendségemnek hegyére jerusalemba, Így szól, Jahua, amint hozzák és fiai az ajándékot tiszta edényben Jahuának házába. És ezek közül is választok a papok közé, a léviták közé, így szól Jahua. Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól Jahua azonképpen megállati magvatok és nevetek és lesz hogy hónapról hónapra a bátrós a bátra eljön minden test engem imádni szól jahua hónapról hónapra ez Odes. új hónap a hónap első napja hónapról hónapra a bátrós bátra ez így lesz még a királyságban is Pontosan azért, mert ez így van, mind a mai napig. Ez mindig is így volt, mindig is így lesz. Úgyhogy, ha valakinek kétséget támad efelől, akkor ézselyás 60 66 és ézselyás 56 meg fogja nyugtatni és eloszlatja ezeket a kételyeket, én biztos vagyok benne. Hogyha minden rendben van, és minden működik, és nincsen kérdés, még egy percet várok, hogyha esetleg valakinek kérdése lenne azokat meg tudjuk beszélni, de ha nincs, akkor szépen haladni fogunk tovább, úgyhogy még egy percet várok, hogyha esetleg van valami kérdés akármivel kapcsolatban, ami jahó útját érinti, akkor azt most meg tudjuk beszélni. Az óriásokon kívül. <laughs> Oké, okay. nem tudom, hogy mi történt az óriásokkal, de már néhány ember írt ezzel kapcsolatban, és... Én azt hiszem, hogy én kifej, kifejtettem, hogy mi a helyzet, és ez igazából nem változott, szóval az angyalok sorozat, illetve az is, amint Noé idejében volt, valami ilyesmi ennek a sorozatnak a neve, abban is van három videó, az is foglalkozik az óriásokkal, meg ezzel a témával, az angyalok is ezzel foglalkozik. Imitam ott is volt szó az óriásokról, úgyhogy ezt ott megtárgyaltuk. Most nem Tamásra gondolok, mert Tamás is írt, mert azt tisztáztuk, de volt még egy másik, illetve hát volt még több más jelentkező, akit érdekelt ez. Plusz engem abszolút nem érdekel, hogy, hogy Church of God mit ír erről, oké? Okay? Szóval nem csak erről, semmiről. Hogy azt, már úgy nem érdekel, hogy ismerem. Én nem értek azzal egyet, Mindenki úgy gondolja, hogy, ahogy jónak látja, oké? Okay? Én azt mondom, hogy ismerem, amit ők mondanak. Nem. Úgy csinálják, ahogy jónak látják. Én abban nem találok semmiféle logikás Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az írás egyértelmű ezügyben, hogy mi a helyzet ezekkel a teremtményekkel. Ezt nagyon nehéz félreértelmezni, ugyanúgy, mint egyébként szerintem azt, hogy melyik naptát kell használnunk, amit úgy tudom, úgy gondolom, hogy ők szintén nem félreértettek. Nagyon is, hogyha azt a 13. hónapot ők ezt megtartják, szóval az valahogy lehetetlen elfogadni. Ugyanúgy a körülmetélés, illetve Izrael kilétes szintén. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy mindezeket egybevetve rengeteg hasznos dolgot csinálnak, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy talán a legközelebb állnak ahhoz, amire azt mondanám, hogy elfogadható, de nekem számomra ezek a dolgok viszont lehetetlené teszik azt, hogy én ezt javasoljam bárkinek is, hogy, hogy azt az oldalt böngész. De egyébként ezt is megpróbáltam egyértelművé tenni, hogy én nem javaslom senkinek, hogy össze-vissza mindenféle dolgokat nézgessen. Őt, hogyha lehet ezt fokozni, akkor én azt javaslom, hogy ne. Mindaddig, amíg, amíg azt jelzi, hogy jó helyen van valaki, addig ott kell maradni. Ez annyira egyszerű. Ugyanúgy, mint ahogy egy, gyere egy gyerek felnő elkezdi az óvodába, vagyis a bölcsőjében megy az óvodába, ahogy megy az agymosás, nagyszerűen kitalálta a világ. Ez ugyanúgy van. Szépen halad az ember. Nem jár egyszerre az óvodába, bölcsőjében, ebbe a csoportba, abba a csoportba ide oldalmad. Szépen halad, aztán amikor kinő egy helyet, akkor megy a következőbe. De össze-vissza mindenféle asztalokról, az nem jó. Oké? Okay? Úgyhogy ezzel kapcsolatban ennyit az óriásokról, majd még lehet, hogy fo foglalkozni fogok vele a későbbiekben, meglátjuk, mert az idő az, ami sajnálatos módon ezeknek a dolgoknak korlátot szab, mindenféle tekintetben egyébként, mindenhol idő az az, ami a probléma szóval, nem az, hogy nincs kedvem, vagy sta vagyok, nem egyszerűen nehéz időt találni mindenre. Az óriások az egy ilyen dolog. Oké, okay? szóval. Nézzük meg Koha 10 tízes fejezetet, és ez természetesen prédikátor tíz, mely így kezdődik. Mikor a fejedelemnek haragja felgerjed te ellened, a te helyedet el ne hagyjad, mert a szelítség nagy bűnöket lecsendesít. Ez a szelítség, ez marapé gyógyítás, gyógyulás folyamata, de egyébként lélek jelenlét, lelki nyugalom vagy higgadság. Én megint csak mindenkit, és ez most csak így eszembe jutott, elirányítani Galatákhoz 5.20-hoz, ahol megtudhatjuk 5.22, hogy mi a léleknek gyümölcse. Tudom, hogy már volt erről a szó, de ez egyszerűen lehetetlen elégszer ismételni. A léleknek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szíveség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Oké? Okay? Mértékletesség, ez egy önuralom, önmérséklet, önmegtartóztatás. Mindegyik fontos, én nem azt mondom, hogy nem, de két dolog is itt van, ez az egyik a szelítség, ami jó indulat, barátságoság, higgadság, higgadság, és a mértékletesség úgy, mint önmegtartóztatás, ha visszatérünk ide Kohelet első fejezethez, ugyanezek vannak itt, szelítség, úgy mint lélekjelenlét, nyugalom, higgadság. És ez az, ami majd minket meg fog menteni. A higgadság, azonban a higgadság, lélekjelenlét, lelki nyugalom, ez önuralmat kíván. És az, amit a világ tanít, ez a az impulzív viselkedés, reagálni mindenre úgy, ahogy az ember érzi, az ennek az ellentéte. Szóval szerintem mindannyiunknak van feladatunk ezen a téren. Valakinek több, valakinek kevesebb. Viszont a szelítség itt igazságot jelent, és lelki nyugalmat, lélek jelenlétet nem feltétlen egy alázatos viselkedés. Azt is jelenti a szelítség, azonban ez a szó, mert a peh, ez nem jelenti azt, ez ebből egyértelműen szelítségnek van, fordítva, a lélek jelenlétről beszél. Ez az, ami megmenti az embert, hogyha nem betalálja magát az uralkodóval. Hogy mutassam meg, hogy hol fordul elő? Először ez a szó. Marapéh itt ez mim vagy krónikák, bet második 21.18 és itt gyógyíthatatlannak fordítja, gyógyítást jelent Marapéh, de ugyanakkor használja az aint úgy, mint hogy senki, semmi nincs, vagy nem gyakorlatilag egy fosztóképző, nem ajint Marapéh Mindezek után megveri őt, jahu a felette nagy bélbaja, meg gyógyíthatatlan vala. Ez ugyanez a kifejezés, ami itt van. Ez esetben, ez ugyanúgy másik Krónika 30 16 itt segítségnek írja a MRP szót. Próbálk egy olyat találni, ahol esetleg higgadságként szerepel, de általában érdekes módon mindig gyógyulás, itt pedig szelíd, ez Misli, 14.30. A szelíd szív, a testnek élete, az irítség, pedig a csontoknak rothadása, ez nem annyira szelíd, mint alázatos, amiről beszél, hanem aki higgadt, akinek van lélek jelenléte, ez a fajta ember az, akiről ez szól. Aki higgadt, aki meg tudja magát tartóztatni, akinek van önuralma, az az élet az a tulajdonság. Én ezért hangsúlyoztam ki a múltkor, ezért próbálom kihangsúlyozni annyiszor. Ugye az elmúlt időszakban, mert valahogy úgy érzem, hogy ez egy fontos dolog, ami fölött gyakran elsiklik az ember. Különösen a mai világban. Itt van még egy egyébként, ez a nyelv szelítsége életnek fája, az abban való hamisság, pedig a léleknek gyötrelme, ez a segítség, ez már a pech, úgy mint akár gyógyítás is lehet egyébként, hogy a nyelv képes meggyógyítani az embert, ezért mondja azt, hogy életnek fája, nem csak feltétlenül magunkat, hanem másokat is. Az, amit mondunk, az nem véletlenül írja a jachob, hogy a nyelv egy kicsiny testrész, és mégis mekkora problémákat tud okozni. Hogyha az ember nem, nem figyel rá. Úgyhogy itt szerintem ez az, amiről ír Misli, illetve Salomo Misli 15-ös fejezetben, hogy a, az, a, az a fajta tulajdonsága a nyelvnek, hogy képes gyógyítani, az az életnek a fája. Ez az élet egyébként e, haj, élő eleven, a fa pedig e, itz, yeah. ez általában fa, fát jelenti és hamisság ennek az ellentéte ez esetben, de ez csavaros észjárás, vagy pedig elvetemültség, tekervényesség. Ez a fajta hamisság, aki meg akarja téveszteni az embert. Még egyet lehet, hogy össze hozni. Pontosan nagyszerű a következő, ez például a lépes mézgyönyörűséges Szépes méz a gyönyörűséges beszédek, és édesek a léleknek, ez a lélek, ez ne fes. Meggyógyítója a tetemeknek, ez pedig már és a tetem pedig testrész vagy test. Az ember. Olyan az ember szava, ami legalábbis olyan lehet, vagy lehet ne, ami meggyógyítja az ember. Pontosan ugyanez, amit az előbb mondott, hogy életnek fája, ez a marapéh, ez a gyógyító ereje a nyelvnek. És utána újra csak ezt ismétli meg, Misli 16-os fejezetben. Én próbálok keresni valaki mástól, hogy ne se nézzük mindig, és úgy, hogy ne az orvosság szó szerepeljen benne, de úgy tűnik, hogy igazából nincsen ilyen. Szóval vissza fogunk térni a lett prédikátor fejezethez, és ez az a szelítség, amiről beszél itt prédikátor. Igazság, lélek jelenlét, lelki nyugalom, ugyanúgy, ahogy egyébként erről beszél Saul, a Galatákhoz írt levélben. Szelítség egyszer úgy, mint alázatosság, másszor úgy, mint önuralom. Ezt érdemes szerintem gyakorolgatni mindenkinek. Utána azzal folytatja, hogy van egy gonosz, amelyet láttam a nap alatt, mintha tévedés, vagy valamilyen negatívum, de egyébként érdekes módon és se gágák, úgy mint bűn, vétek, olyan, ami figyelmetlenségből, tudatlanságból, vagy nem szándékosan van elkövetve. Nem mindegy egyáltalán, ugyanis ez pontosan az, amit használ Három mózes, vagy vaikra, négyes fejezetben, amikor a ez az öt, négyes fejezetben, igen, amikor a, a, bűnről beszél, illetve arról az áldozatokról, amelyeket a, a bűnért hoznak, és gágrá, tévedésből védkezik, ha valaki tévedésből védkezik, ez a kifejezés itt ez ugyanaz gágá -gá és hatá tévedésből hibát elkövetni, vagy hiányt szenved, valaki. Szóval ez nem egy szándékos bűn, hanem ez egy tévedés, amit valaki elkövet, amely a fejedelemtől származik. Szóval a fejedelem az pedig nem más, mint egy uralkodó. De ha már az érdekességnél tartunk, akkor ez a ném, ami arcot jelent, és a lit, az pedig hatalmas. Valaki, akinek hatalma van hogy amit mond, az az, hogy ez egy véletlen hiba vagy tévedés, ami egy uralkodónak az arcától származik. Az arc rengetegszer előfordul, és jellemzi magát a szemét, vagy egy embernek a jelenlétét, úgy, mint ahogy egy arc reprezentál egy embert. De a föld felszíne is egyébként felszín, mint például a földé, az állaté, vagy a testé. Úgyhogy a kérdés az, hogyha valóban ha valóban egy gömb az, ahol élünk, akkor annak hogy lehet arca, ugyanis egy gömbnek nincs arca. Mert hát minden oldalon nyilván valami található. Most lehetne mondani, hogy a fejnek van arca, de a föld ugyanúgy néz ki, földünk ugyanúgy néz ki, mint egy fej. Van egy arca, egy felszíne, és van egy hátsó része, ahol nem tudunk eljutni. Ugyanúgy, hogy egy fej meg van alkotva mellett. Szóval nézzük tovább. Bolondság nagy méltóságra helyeztetett, a gazdagok pedig alacsony sorban ülnek. Ez gazdag, vagyonos vagy tehetős, a bolondság pedig e, -e kell, Úgy, mint butaság, bolondság, ostobaság, könnyelműség. Ez egy hiba a hatalmas részéről, hogyha a bolondság az, ami eluralkodik rajta. Vagy rajta, vagy pedig azon, vagy az egész birodalmon. És azok, akik tehetősek, azok meg alacsony sorba kerülnek. A bolond az, aki uralkodik. Ez egy probléma. Kb. úgy, ahogy ez van a világban ma. Meg fogjuk nézni, ki a bolond, ezért itt le fogunk ragadni egy kis időre, ugye a bolondból nincs hiány, hogyha nem csak a mai világban, hanem a, az írásban sem gyakorlatilag hemzseg a bolondra való utalástól, úgyhogy ezért érdekes az, hogy miért óckodnak az emberek annyira attól, hogy ezt a kifejezést használják, mikor az írások tele vannak ezzel. De nézzük, hogy szerintem a legjobb, meg nyilván az egyik legnagyszerűbb megfogalmazása az Tehelim Zsoltárok 53 mégpedig a második vers. Ezt mondta a balgatag az ő szívében, ez na bá, ez egy bolond, gyakorlatilag az a echte bolond, amire mi azt gondolnák, hogy ez egy bolond, ez egy, egy ostoba ember, egy otromba, gyakorlatilag a hülye kategória. Ezt mondta a balgatag az ő szívében, nincsen Elohim. Szóval ez az első és legfontosabb jellemzője annak, aki bolond. Ő nem hisz. A teremtőben megromlottak, és utálatos hamisságot cselekedtek, és nincs, aki jót cselekedjék. Ha valaki nem hisz, az nem fog utána úgy élni, ahogyan Jahua azt szeretné. Hiszen a hit az egy elengedetetlen eleme annak az útnak, amit mi szeretnénk járni. Ez gondolom világos számára, legalábbis remélem. Következő. Ugyanígy Zsoltak 73, és ezúttal 16-tól nézzük meg. Megpróbálom gyorsan, mert rengeteg van. De így szó, most ez még egyszer a, a bolondságra vonatkozó, illetve a bolondra ugyan, ugyanis később is elő fog keveredni ez a bolond, mégpedig a 12-es versben. Ez Kohelet, illetve nem is a 12-es, hanem 9-től, a bölcsember szájának beszédei kedvesek, a bolond ajkai pedig elnyelik őt. Ez a kedves, ez uh, hén, pály, kedvesség, elegancia, de egyébként kegyelem, elfogadás vagy jó indulat. A ember az jó indulattal, vagy kegyelemmel, illetve jó akarattal elfogadása fordul a többihez, a bolondnak pedig ajkai elnyelik őt. A vulgáta úgy fo fogalmaz, mondjuk itt más a. Hát itt ezt nem fogom tudni megtalálni, itt más a. Igen, sajnos az a helyzet, hogy a vulgátában más a számozás. Őt egyébként a Szent István verzióban is. Hogy nem, nem fogom tudni megtalálni. De. Az, hogy elnyelik őt, ugye ez. Érdekes, mohó eszik valamit, vagy felzabál, habzsol, felemészt, elnyel. Ez ilyen a bolond. Ugyanis az, amit mond, az elpusztítja őt úgy, mint ahogy sehol elnyeli az embereket és a bűnöseket a, az életük végén. Pontosan szerintem ez az, amit szeretne ábrázolni. Úgyhogy érdemes odafigyelnie mindenkinek arra, hogy hogyan kommunikál, és mi az, amit beenged az elméjébe, mert aztán az ki fog jönni a száján. Körülbelül úgy, mint ami matematika órán voltak azok a feladatok, hogy bekerül a gépbe X, aztán kijön belőle két Y, vagy mit csinál a gép. Na, ugyanígy van az ember is. Bemegy az érzékszervein, és aztán kijön a száján. Érdekes módon az ember a szemével, a fülével érzékel, főleg, persze az órával és a szájával is valamennyire, de főként a szemével, a fülével és az orrával, viszont a, vilá való a világ felé visszaadni jelet csak a szán szánkkal vagyunk képesek. Hogy bejön a többin, kimegy ezen. hogy óvatosnak kellene lenni mindenkinek, hogy mi az, amit beenged az elmébe. Az ő szája beszédeinek kezdete bolondság, és az ő szája beszédeinek vége gonosz balgatagság. A gonosz ez a rá hitvány nem olyan értelemben gonosz, mint ahogy mi gondol gondolunk most, legalábbis a legtöbben, hogy egy szörny gonosz, vagy valami bűnöző, vagy ilyesmi. Gonosz abban az értelemben, amit Jahua gonosznak vél. Amit ő megmondott, hogy helyes, annak az ellentéte a gonosz. A balgatagság ez lút, ostobaság. És elkezdődik úgy, mint ostobaság, de egyébként hülyeség. Ez a beszédeinek kezdete, ez ostoba, együgyű, bugyuta, primitív, bolond, hülyeség, és aztán mire befejezi, annak a vége már egy gonosz dolog, egy hitvány dolog. Elindul valaki a rossz úton, és amire eljut idővel a rossz úton, később már ez nem csak ostobaság lesz, hanem sokkal mélyebbre hatol utána. Ugyanúgy a, a bolonnak a beszéde. Ez az, amiről szól itt. A bolond szaporítja a szót. Oké, ez Ez lehet, hogy betalálni né némelyeknek, de hát, hé, ilyen az élet. A bolond szaporítja a szót. Nem tudja az ember, ami következik, és ami utána lesz, kicsoda mondja meg azt neki. Oké, ezt kiemelem. <laughs> szóval, se eleje, se vége. Folyamatosan csak jön a szó kifele. Nem tudja, nem tudja az ember, hogy miről volt szó. Nem tudja, hogy mi az, ami lesz. Ki az, aki ezt meg tudja neki mondani? Mikor még megállítja, hogy hé, oké, okay, mi van? Miről van szó? Valami legyen. Mi az értelme ennek az egésznek? Lass Lassulj le. Kicsit várja. Hogy próbálj meg mindenki felfogni, hogy mi van? Ha egyáltalán van mit felfogni. Rendben. Egyébként a, a, legnagyszerűbb dolog az euh, keveset beszélni. Az abban abba nem lehet probléma. Ez szerintem is a sor. Következő az Tehelém vagy Zsoltárok. Jártunk. A 73-as megnéztük, ha jól emlékszem, Zsoltárok, Tehelém 73, úgyhogy megnézzük a 74-es, még a bolondsággal kapcsolatban. Ez pedig 74-18, és ez így szó. Emlékezzél meg erről, ellenség szidalmazta a és egy bolond nép káromolta a te nevedet, ez nabá, ez ugyanaz a bolond, amit korábban láthattunk. Szóval ez egy másik tulajdonsága a bolondnak, a káromol egyébként euh, nátsz, lenéz, megvet, kevésre becsül, semmibe vesz. Mm, nekem van egy gyanúm, az pedig az, hogy ha megnézzük, persze ez nem biztos, hogy így van, de megnézzük tisztelt atyádat, anyádat. Megpróbálom megkeresni. De ez a káromolt, ez nem feltétlen arról, őt ez egyáltalán nem arra gondol, amit, amire mi most asszociálnánk, az, hogy csúnyán beszél valaki idézőbe. Valamiféle káromkodás használ. Ez csak egyszerűen valaki, aki lenézi, vagy megveti, vagy kevésre becsüli. Úgyhogy az, hogy nem fontos a név, vagy hogy én úgy hívom, ahogy akarom, vagy ő megérti így is, úgy is, az szerintem egy olyan dolog, ami. Ami lehet, hogy problematikus, hogyha megpróbáljuk ezeket a sorokat itt valamilyen szinten komolyan venni, akkor szerintem egyértelműen arra figyelmeztet, hogy az ő neve, ez ugye sem, mint név, ez, ez egy fontos dolog számára, és ezt nem lehet ezzel csak úgy szórakozni. Vagy mellesleg, ha már itt tartunk erről a szidalmaz, bár nem akarok, akkor nem is, mert akkor csak el fogok keveredni, de Hát igen. Oké. Okay. Szóval ez egy másik dolog. Az, aki kevésbé becsüli az ő nevét, vagy az ő hírnevét, Jahuának mind mindezeket a dolgait, amiket ő cselekedett, értünk meg úgy általában, amiket ő cselekedett, az az ember, az egy bolond. Többek közt. Ugyanígy egyébként 22-es versben is előfordul. Kej fel, ó Elohim, és védd te ügyedet, emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amelyel naponként illett téged a bolond. Na bá, gyaláztatás, itt azonban már gúnyolódás, szemrehányás, lenézés, megvetés, szidalom, gyalázkodás, ez sokkal inkább az, mint ami, amire ma gondolnánk. Gyalázkodás, szégyen, gyalázat, vagy pedig megvetés, szidalmazni valamit. Aki szidalmazza őt, vagy gúnyolódik, vagy lenézi. Ez az ember egy bolond, tulajdonképpen. Egy bolondból nincs hiány. Igazából soha nem is volt. Ére beszélek egy. Meg fogjuk nézni. Ére beszélek egy. És ha jól látom, akkor egy. A 33. Oké, okay, ez már a bölcsességhez lehet, hogy át átkapcsolódik, de... És akkor ha már itt tartunk, akkor nézzük meg... Mi az, amit a bölcsességről ír itt... Uh... Ha lehet... Ha a vas és annak élét meg nem köszönüli az ember, akkor erejéig kell megfeszíteni. A bölcsesség ak má pedig eligazításra nagy előmenetel. Előmenetel ez haszon vagy profit, és helyesnek tetsző jó, ez haser. mint a kóser haser. és a másik pedig a profit, azaz jó, hasznosak tűnő profit vagy nyereség, az a bölcsesség. Szóval a bölcsesség az valami olyasmi, ami haszon vagy nyereség, ami hasznosnak, kedvezőnek tűnik, de egyébként a bölcsesség az, aminek segítségével sikerül hasznot hoznunk, és eredményesek tudunk lenni. Ez az, amit ki akar fejezni. Míg a vas, hogyha megtompó, akkor én szerintem ez egy annyira nagyszerű, ami, ami, amit itt ír nekem fel se tűnt ez hosszú ideig. Ha a vas megtompol, egyébként ez a vas a másikban azt hiszem fejsze, vas szerszám fegyvel, megtompol, annak élét meg nem köszönüli az ember, akkor az erejét kell megfeszíteni. Szóval ez egyébként hozzá kapcsolódik, majd később lesz szó a lusaságról, de ahhoz is. Ugyanis, hogyha mindennek megvan a módja, én úgy gondolom azt akarja kifejezni, hogy jahu mindennek kitalálta a módját, és megtanítja az embert, hiszen a bölcsesség, az ugye a át és a Tobuna, mint a, az információ, vagy a tudás, illetve az értelemnek a gyakorlati megjelenése. Szóval a bölcsesség az, az hasznot hozna, pozitív értelemben sikeresítene minket, de ha nem úgy csináljuk, ahogyan kell, ha nem úgy használjuk a dolgokat, vagy nem úgy élünk, akkor sokkal nagyobb erőfeszítésbe fog ez telni, ez az egész. Ez a gabár egyébként erősebbnek lenni, hatalmasnak lenni, legyőzni, vagy felülkerekedni valamén. És Így van. Úgyhogy ez az, amit a, a hetes vers elmond. Most ezek után, ha megnézzük, hogy a bölcsesség, illetve a bolondság között mi a különbség, mert ugye beszélt itt korábban, hogy a bolondság nagy méltóságra helyeztetett a pedig alacsony sorban ülnek, azaz megfordult a sorrend, utána ez folytatja tovább, hogy láttam, hogy a szolgák lovakon ültek, a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák. A fejedelem elköveti ezt a hibát, vagy tévedést, hogy megfordítja a sorrendet, és engedi, hogy a bolondok el eluralkodjanak. Ha bolondokkal veteti körbe magát, akkor meg fog fordulni ez a helyzet. És akkor mindaz, aki, akinek nincs az semmi keresnivalója, azok az emberek fogják irányítani, a, vagy vezérelni akármilyen közösségről is van szó. Ez az első négy vers, de most már tényleg akkor nézzük meg a bölcsességet. Bölcsességről nagyon sokszor volt szó, egyébként Misli példabeszélek, gyakorlatilag a bölcsességről szól. És bölcsesség egyértelműen az abszolút mércéje annak, hogy az ember milyen szinten van. A bölcsesség az az információ, és annak és az információ megértésének gyakorlati megnyilvánulása. Ez, ez effektíve az ember viselkedése, a karaktere, a személyisége az, ezért hívják bölcsnek azt, aki úgy viselkedik, ahogyan Jahua azt akarja, hiszen az nem csak megszerezte az információt, hanem megértette, és még képes a gyakorlatban alkalmazni ezt, ha mindehez hozzáadjuk Ruach Halkodás segítségét, illetve a Torát az ember szívébe, akkor kapunk egy teljes embert, amilyet Jahuá akar. Ha valami hiányzik ezek közül, akkor az nem fog működni. Azután ennek a viselkedésnek lesznek azok a gyümölcsei természetesen, amiről Saul ír, Kalatákhoz 5. fejezet 22. versben többek közt. Bölcsesség kün szerülszerte, kiált az utcákon zengedezteti az ő szavát. Magyarul ez mindenhol ott van ez a dolog, ez hakamot, -ha bölcsesség. Lármás utcafőkön kiállt a kapuk bemenetelén, a városban szólja az ő beszédeit. Nem mindenhol ott van ez a könyv, mindenhol elérhető, a szava az, amiről beszél, mindenhol ott van. Gyakorlatilag ingyen, Míg szeretitek úti óti együgyűek. Ez pedig ti, ugye ostoba. Az együgyűséget és gyönyörködnek a csúfolók a csúfolásban és gyűlölik a balgatagok a tudományt. Térjetek az én dorgálásomhoz, íme közlöm veletek az én lelkemet. Ruach. Tudtatokra adom az én beszédeimet nektek? Közlöm veletek az én lelkemet. Hát adja ezt a ruákat nekünk, ugyanis a bölcsességnek van egy ruákja. Most ha nagyon gyorsan megtalálom, azt hiszem a tízes muel van um, Alef tíz, Aleph, talán. Nekem S tűnt fel eddig, hogy hogy, azt nem tudom. Ez Samuel szól Saulhoz, és azt mondja neki, hogy akkor Jahuának ruhája rád fog szállani, és velük együtt profétálni fogsz, és más emberré leszel. Tehát ez már akkor is így volt, hogy a ruhák volt az, ami megváltoztatta az embert. Úgyhogy azt mondani, hogy nem létezett a ruhák, természetes, hogy más volt a találás, de azt nem mondhatjuk, hogy nem létezett a ruák, hiszen láthatjuk, hogy Sault is a ruák változtatta meg. Ennek tükrében azt mondja, hogy egy más ember leszel? Ha megnézzük, a Hukanon 3-as a a azt mondja neki, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Azt mondta neki, hogy így van mindenki, aki a ruáktól született. Testől született az test, a ruáktól született az pedig ruák ha valaki újonnan, azaz felülről, fentről származó nem születik, nem láthatja Elohim országát. Víztől és a ruáktól születik. Minden, ami a ruáktól születik, az a ruák. Szükség van nektek, hogy fentről szülessetek. Így van mindenki, aki a ruáktól született. És azt mondja, hogy te a tanítója vagy, és nem tudod az ezeket? Itt mondja Samuel, rád a ruák, velük fogsz profétálni, és más ember lesz azaz másik, vagy következő. Egy újabb ember lesz Visszamarad, elmarad. Legalábbis itt ebből a szóból. Ered. Rendben, elkalandoztunk kicsit, de úgyhogy ez a Hakamot, a vagyis a bölcsesség adja az ő ruháját az embereknek, és tudtatok ráadom az én beszédeimet nektek, ez de bár természetesen jahu a szava. Mivel hogy hívtalak, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette? Azaz késlekedtek. Mi nagyon sokan azok közül, akiket ismerünk, és akikkel kapcsolatban vagyunk. Elhagyjátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok. Én is a ti nyomorúságotokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljö az, amitől féltek. Hogyha az ember elfordul a bölcsességtől, akkor magyarul jahuától, egy idő után elfogy a türelem, és ő is el fog fordulni tőlünk. Én is a ti nyomorúságotokon nevetek, meg, így van, mikor eljő, mint a vihar, az, amitől féltek, és a ti mint a forgószél elközeleg, mikor eljött ti a nyomorgatás és a szorongatás. Akkor segítségű hívnak engem, de nem hallgatom meg, keresnek engem, de nem találnak. Azért, mert gyűlölték a bölcsességet, és Jahuának félelmét nem választották. Jahuának félelme a bölcsességnek kezdete azonban egyik sem elég. Végső soron mi az, ami megkülönböztet állítólag minket a világtól? Az, hogy engedelmeskedünk Jahuána. Engedelmeskedünk neki, az ő szavának, és ez megváltoztat minket, és így leszünk aztán mi is más emberré. De ha valaki nem lesz más emberré, ha valaki ellenáll ennek a változásnak, akkor elfogy a türelem és az ugyanúgy gyűlöl, gyűlölésnek fog számítani. Ez egyébként szané. Gyűlöl, utál valamit. Gyűlöletessé lesz. Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet. Esznek azért az ő útjaiknak gyümölcséből, és az ő tanácsokból megelégednek, azaz mindenki azt fogja kapni a végén, amit választott és az ember cselekedeteivel mutatja meg, hogy ő melyik utat választotta, nem azzal, ami az, ami, az, ami az elméjében van, amik az érzelmei, amit gondol, hanem az, amit csinál. Mert az egygyűjöknek pártossága, a pártosság az visszafordulás. Ez az, amit apostáziának hívunk, ami eretnekség gyakorlatilag, elfordulás az úttól. A balgatagoknak szerencsé, bocsánat, a, az együgyűeknek a pártossága megöli őket. Ez ugyanaz a Peti, aki nyílt erre vagy nyílt arra, aki, ne, aki még nem döntött el, aki meg befogad mindent, ami érkezik. Az együgyűeknek ez a fajta elfordulása vagy hátraarca meg fogja őket ölni, elpusztítja a balgatagoknak, ez a ez a gyakorlatilag az bolond vagy akit, akit hülyének hívunk. A balgatagoknak szerencséje, elveszti őket. Ez, de egyáltalán nem szerencse. Ha jól látom, akkor ez Shalivach. Shalivach. Csendesség, nyugalom, békesség, zavartalanság, gondtalanság, biztonság, jó jómód, boldogulás, virágzás. A balgatagoknak az a látszólagos jó mód, amiben élnek, az a problémamentes élet, az lesz majd a vesztük, hiszen ez egy csapda, ez, el fognak pusztulni ezek az emberek, szertefoszolnak, tévejeknek egyébként, vagy pedig vándorolnak, vagy újdokolnak. Azért ez egy kicsit összetettebb ez az egész történet, mint ahogy szerintem azt a legtöbben megszokták a... hogy megszoktuk a korábbi életünkben. Oké. Okay. Nézzük Tovább. aki pedig hallgat engem, úgy mint a hakmot, vagy a bölcsességet, lakozik bátorságosan, de egyébként ez biztonság, érdekes, hogy ezt fordítanak ide, háborítatlanul, biztonsággal, biztonságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmét, hogyha valaki úgy él, ahogyan azt Jahua mondja, aki korábban ugye mondta, hogy megismeri a beszédeit és azokat alkalmazza az életében, annak nem lesz problémája. Legalábbis olyan értelemben nem lesz problémája a végkimenetel tekintetében. Próbák mindig is fognak érkezni, hiszen a próba az, ami megmutatja, hogy valójában hol van az embernek a szíve. Próba nélkül. Ennek az egésznek nem lenne értelme. Szerintem a próbát minden embernek szeretnie kellene. Ugyanis ez mutatja meg a hiányosságainkat, ez mutatja meg azt, hogy hol tartunk, ez ad lehetőséget arra, hogy fejlődjünk. Mislit 10.3. Jahol nem hagyja éhezni az igaznak a lelkét, ez ne fes, az igazszalónak kívánságát pedig elveti. Ez, ez rá sá, ugyanaz a gonosz, vagy megátalkodott értéktelen, amit az előbb néztünk a rá á még egyet megnézzünk, ugyanis 29.3. Bocsánat, 29.9 tulajdonképpen igazából. Az eszes ember, ez az eszes ember, ez Hakam, ez bölcs. A bölcs ember, ha vetekedik a bolonddal, akár felháborodik, akár nevet nincs, nyugodalom. Ezt mindenki ismeri, ezt a... Ezt a történetet. Ez szerintem gyakorlatilag mindennapos. A bolond az, akit, akit eddig megbeszéltünk az egyébként mellesleg ez a probléma a királya, amit csinált, hogy a bolondokat engedte, hogy elhatalmasodjanak és eluralkodjanak. A bolonddal nem lehet beszélni, ez és a pát, ez bíráskodik olyan értelemben beszélni, amikor arról van szó, hogy hé, ez nem így van. Mikor valamilyen döntést kell hozni, valamit ki kell hozni abból a szituációban. Nem feltétlen beszélgetni az időjáráson, vagy a foci meccsen, mert abban nagyon jó, de hanem amikor valami érdemi dolog van, sőt, ráadásul olyan érdemi dolog, ami igazságot szolgáltat, ugye itt ar arról van szó, megvéd, tisztáz, nem lehet érvelni ezzel az emberrel, mivel úgy tűnik, hogy nincsen kivel beszélni. Teljesen mindegy, hogy nevet az ember, vagy felháborodik, egyszerűen semmi nem jó. Felesek az előzőben azt írja, hogy csúfoló férfiak fellobbantják a várost, ez Lacon, ez az a Lutz, amiről az előbb szó volt, csúfolódás. Fellobbantják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot, ugyanis a bölcs az megpróbál békét teremteni, erről beszél a másiák is, Jahusa, mikor azt mondja, hogy boldogok azok, akik békességre törekednek, és Pontosan ez az, amiről itt is szó van. A bölcsember az elfordítja a haragot, ugyanis ez súb egyébként ugyanaz, ami megtérésnek minősül. Szóval a bölcsember megmutatja az utat, hogy hogyan kell elfordulni attól a helytelen úttól, amit járunk, és ezzel a haragját fogja elfordítani. A harag pedig ez ugyanaz az ÁP, ugye, a Jahu és a, a pej pedig az a száj de egyébként fuvallat. Szóval ez az erős fuvallat, amiről beszél, ahogyan az ember orra, amikor dühös, kitágulnak az orcimpája, és folytat. Ez az orr maga, ez áp, az erős fuvallat. Ez az ez orrot jelent, de egyébként harag, vagy pedig dű. És hát ez, ez a bolond, illetve a bölcs így vonatkozik. Sőt, aztán azt mondja, hogy a vérszomjasok gyűlölik a tökéletes embert, ez a tökéletes, ez egyébként ugye a bölcs is, de ez tám tökéletes, mint ahogy mondta, hogy Nach vagy Noé tökéletes volt. Az igazak oltalmazzák annak az életét, szóval ez az ellenállás megvan, de a lényeg számukra az, hogy az ő egész indulatját előmutatja a bolond, de a bölcs végre megcsendesíti azt. Ugye ez egy másik véglet, ez a bolond, ez más bolond lesz, nem feltétlenül ugyanaz, mint amit az előbb olvastunk. Ez a bolond, ez a will, ez bolond, ez ez egy reménytelen történet. Ez a kassil, ez egy ostoba, ótromba érzéketlen tapló, amiről szó van. Ez pedig nem tud uralkodni magán, csak egyszerűen hagyja, hogy az érzelmei átvegyék az irányítást, ez, gyakorlatilag ebből, ebből van a kerítés, ebből az emberből mindenki ismeri szerintem az életéből. Az, aki bölcs, az Yahoo, a segítségével, illetve a Ruach de segítségével képes lecsendesíteni ezt a. ezt a lényt, de ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy az itt le van írva szóval. Még egyet azt hiszem megmutatnék a bolondal, illetve a bölcsek kapcsolatban, mert Jesse Yahoo 44-25, Jesse Yahoo és yes, 44 és 25 ez pedig... Hát nézzük 24-t, talán így jobb az. Így szól Yahoo a megváltód és alkotód anyád méhétől fogva. Én vagyok Yahoo, aki minden cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, kinyújtja, kiterjeszti, és kiszélesítem a földet magamtól. Ki a hazugok jeleit megrontja, a varázslókat megbolondítja, a bölcseket megszégyenítés tudományokat bolondságát teszi. Jahua az, aki bölcsességet ad, vagy bölcsességet elvesz, és aki az embert bolondá vagy bölcsi teszi, úgyhogy ezt érdemes szerintem mindannyiunknak észben tartani. És Prédikátor 9-es, ugye amikor azt mondja, hogy a bölcsesség pedig eligazítás a nagy előmenetel, hogy sikeres lesz az ember, természetesen az a bölcsesség, ami Jahuától jön, hogyha az ember úgy csinálja dolgokat, ahogyan, ahogyan kell ötös, aki, már, aki vermetás, és az abba beleesik, aki gyeprűt elhányja, azt megmarja a kígyó. Hmm. Pillanat. Megpróbálok, megpróbálom összehozni valahogy, hogy leessen ebbe a kádiba is. És nem tudom, hogy... Pedig ez ugyanaz a... Igen, csak el van csúva. A Pillanat, mert itt van aki vermetásba abba beleesik, ez, aha. aki sövényt bont, azt megmarja a kígyó, aki követ fejt, megsérül attól, aki fát vág, megsebesül általa. Ez, ez ugye arról beszél szerintem, hogy mindenek megvan a... Pontosan, mert utána azt mondja, hogy a vas elcsorból és nem olyan, mint az előtt, hanem életlen sok munkával kell megélesíteni. Talán értelmesebb az, megnézem még a centiméter. Ha életlen a fejsze, nem köszönjük meg, akkor nagyobb erőt kell kifejteni. Talán értelmesebb ez a verzió, mert ugye egyetem hogy a vulgált, a más mond, ők azt mondják itt, hogyha nem éles a fejsze, és ez itt egy nagyszerű példa arra, hogy, a, hogy melyik fordítás a jobb, ki tudja, hogy melyik a jobb. Ki mit gondol, hogy melyik a jobb, mindenki eldönteti ezt magának. De én úgy gondolom, hogy ebben több bölcsesség van, vagy több információ van, ha úgy veszük, hogy az életlen fejszívvel nagyobb erőt kell kifejteni, mint hogyha azt mondjuk, hogy az, ha, amit ugye a vulgáta mond, hogyha a vas nem olyan az életlen, akkor sok munkával kell azt megélesíteni, hogy a munka abba irányul, hogy azt kell megélesíteni. Szerintem inkább azt akarja mondani, amit a Árul, illetve a Szent István mond, hogy nehezebb lesz vele dolgozni. De de ugyanez erre utal az ötös és a hatos is, hogy minden munkának megvan a maga veszély, és minden tevékenységbe megvan az a fajta negatívum, ami esetleg előfordul, de lehet az is, hogy ezeket rossz, rossz indulattal csinálja az ember, vagy, vagy motivációval. Szóval vármetás magára, is abba beleesik, vagy pedig elhányja a gyepűt, ugye itt ö, arról beszél, hogy megbontja a sövényt, illetve a Szent már azt mondja, hogy falatbont. Talán ez a legjobb egyébként, a falatbont, ugyanis a falatbont előfordul többször az írások során, a falatbont az arra utal, hogy sőt, szerintem így kellene igazából értelmezni, ahogyan ők azt próbálják itt, a... ez a katolikus verzió, ugye, mégpedig ez itt a gyepűt elhányja, ennek igazából nincs értelme. A falatbontnak viszont van, mivel a házak más jellegűek voltak régen, abban az időben, az Izrael területén. Ezért is mondta Ézsaiásnak, hogy ást keresztül a falon magad, és úgy menj el a családodtól. Meg arról, az, arról beszél többször is, hogy a falat megbontja valaki, és úgy jut be a házba. Arról beszél itt pontosan, hogy valaki megbontja a falat szándékosan rossz indulattal akkor azt megmarhatja a kígyó, szóval ha a rossz indulattal cselekszik az ember, akkor abban benne van a veszélye, hogy megbünteti a Akkor nyilván át lehetett ásni a falon. Ez ma egy téglafallal nehéz lenne, de megoldható, de az más volt akkor az építkezés. A követfejt megsérülhet tőle, ez pedig ugyanúgy van itt pedig csak maga, magában rejt a cselekvés a, a veszélyt. A bölcsességről pedig már volt szó, bár még... Hát. Így van. A bölcsességről pedig már volt szó, esetleg annyit, hogy... Eljutottunk-e példabeszélek, vagy misli, De már inkább. Hát jól nézzük meg, példabeszédek, mésli második fejezet. És ez elejétől lesz egy tízig. Ez. Ez inté, és gyakorlatilag Salomo azt mondja, hogy fiam, ha beveszed az én beszédeimet, ez a beszéd, ez imerászó beszéd, mondás vagy megnyilatkozás, és az én parancsolataimat, ez mit szvájáre, magad magadnál figyelmezvén a bölcsességre, ez a figyelmezés, ez, ez, ez sáb, és a bölcsességre, ez, ez hakmá, hajtod az elméd az értelemre, ez tabuná, a bölcsességért kiáltasz, ez biná, ez nem ugyanaz a bölcsesség, amiről itt beszél, ez ítélő képesség, értelem, megértés vagy felfogás, a biná, az pedig ítélő képesség, és az értelem utána, és az értelemért a te szódot felemeled, ha keresed azt, mint ezüstöt és mint kincseket kutatod érthető, hogy azért ott egész más jelentettek ezek a dolgok mint amit számunkra jelentenek ma mit abstrakt módon fogjuk fel ezeket mi, mi csak úgy gondolok, hogy oké okay, értelmes vagy bölcs, vagy tud, tudós vagy mit tudom én ezek ott árnyalatai voltak ö, ugyanannak a hát lehet, hogy kognitív képesség lenne talán a legjobb, mert ez a tobunál ez egyébként felfogó képesség, megértés, úgy, mint ez a bölcsesség, a binál, ez ítélő képesség, szóval a megértett dolgnak a használata, úgy, hogy az ember egy döntést meghozzon az ismeretek tükrében, illetve az ismeretek összevetésével, a bölcsesség pedig mindezeknek a gyakorlati alkalmazása, és a dát volt az a, a, tudás, ami az alapját képezte, ami, ami effektíve az információ, szóval ez egy ilyen több lépcsős folyamat. Ha keresed azt, mint ezüstöt, ugye mindezeket, akkor megérted, ez bén, ez ugye ez a béná, illetve az értelem tobonának a, az alapszava, ez a bén, odafigyel, felfog, ez egyébként egy ége lesz itt, ami egy gyök alapjelentése megkülönböztet különbséget tesz elválaszt. Szóval, mikor azt mondjuk, hogy ért, akkor ők ezt úgy veszik, hogy képes különbséget tenni a jó és a rossz között. Ha, ha a szerencsénk van, akkor pont meg lesz az a vers. Bár nem, hogy már annyi volt, hogy nem tudom, de talán mikor arról beszél, hogy túl fiatalok voltak, akik nem mennek be az ígéret földjére, hogy a 20 évnél fiatalabbak, akik még nem olyan idősek, hogy a jó és a rossz között különbséget tudjanak tenni, valószínűleg ez az, amire gondol. De erre nem esküdnék meg. Szóval akkor megérted a félelmét és Elohimnek ismeretére jutsz. Ez pedig de át. Akkor lesz meg az az információ vagy tudás, hogyha így vezeted az életedet, akkor jutsz el arra a tudáshoz, ahhoz az információhoz, hogy milyen is Jahua. Mert az ugye egy információ úgy nem tud az ember élni vagy ítélni, mint ő, de, de meg tudja érteni, hogy milyen Jahua. Megpróbálhatja. Mert ugye egy ad bölcsességet Hakmá, és az ő szájából származik a tudomány, de át, az információ és az értelem a tabuná a megértés. És ezeknek a gyakorlati alkalmazása lesz a Hakmá, amiről ő beszél. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzsa tökéletesen járóknak. Ez Hakmá, a bölcsesség. Hogy ő megőrizze az igazságnak utait ez Zsoltárok Tehelim 119.30.34 az igazság útja, és ha jól emlékszem, akkor Péter szintén ír az első levélben, hát sajnos ezt nem fogom tudni, hogy hol, de az igazság útjáról Péter is beszél, de mindjárt megpróbáljuk kideríteni, hogy mégis hol. Amikor azt mondja, hogy leszek hamis profiták közöttek, akik... Hát most már végignézem, akkor... Oké, okay. a második levélben lesz ez. Igen, az igazság útja, ez második Péter, bocsánat, második Péter, kett, kettő Péter, kettő. És... Ráadásul ott is a kettő, szóval sokan fogják követni azoknak a romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. Ez az igazság útja, ez Aletheia igazság, az út pedig hadasz, és derek az út egyébként a. és um, emiúna, amiről beszél a, a tanák. Szóval, Mispát, ez döntés vagy ítélet hozta, és ő úgy, úgy érti az utat, mint életmód, vagy életvitel. Szóval az, a mispát az végül is a tobuna az egy döntés hozottal, mindjárt megpróbál megkeresni azt a szót. Értelmi képesség, ismeret, Így van. binál lesz az ítélő képesség, megkülönböztető képesség, és itt az igazság és pát, ami pedig ítélet, tétel, ítélet hozata. Hogyha megvan az embernek az információ, a át, és a binál, ez, az ít, ez a képesség, az ítélő képesség, akkor képes lesz majd az igazság útját megőrizni, hiszen az igazság útja az egy döntéshozási képesség, az, hogy az ember eldöntse, hogy mi a jó és mi a rossz Jahua törvénye alapján, és az fogja az életmódját majd vezetni. Így tudod megőrizni az életmódot, ezt az utat, és ugye a, kegyesek, a, kegyeseinek útja, ez az út derek, ez egyébként ugyanaz út, utca, ösvény, de egyébként életút, vagy sors, vagy pedig életmód. Szóval Jahua az, aki adja a bölcsességet, ami egy pajzs a tökéletesen járóknak azért, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz az életmódunkban, és ezt azoknak adja meg, aki Elohimet féli, aki jámbor, aki mellesleg hoddés, és külön van válasz és irgalmas, és az fogja majd ezt az utat, amit direkt, amin halad az ember, sem már megtartani és megőrizni. Szóval wow. ez a könyv egyáltalán nem olyan uh, egyszerű. Sőt, hát aki azt mondja, hogy ezt emberek írták, akkor az szerintem nem is tudja, hogy egyáltalán mi az, amiről szó van. Akkor megérted majd az igazságot, ez bén, ezt érzékeled majd, felfogod, hogy uh, mi az igazság, szedik, és a mispát az ítélettétel a becsületességet, és minden jó utat. Oké. Okay. Hát ez így eltartana gyakorlatilag a világ végéig, mert a végén állnánk ezen, mert bölcsesség megy a te elmédbe, ez a bölcsesség, ez hakmá. Belemegy a te elmédbe, ez a te szíved, a közepe, tudomány, de át információ lesz benne a nefesbe és ez gyönyörűséges lesz, hiszen a bölcsesség benne lesz az ember szívében, azt akarja majd az ember csinálni, ami Jahuának kedves, úgy fog élni, és az az információ benne lesz abban, ne be, ami szintén az ember közepe. Úgyhogy ez a kettő együtt fog majd működni. A tudás és annak a gyakorlati megvalósítása, a bölcsesség lesz benne az ember közöpében, ami a lép, mint a szív és a nefes. És ez egy gyönyörűséges dolog lesz majd. A meggondolás őrködik feletted. Ez a meggondolás, ez zima, ez pedig egy elhatározás. Szóval te úgy fogsz élni, hogy azt fogod akarni csinálni, ami jó. Ez a belátás mérlegelés, de egyébként, hogy van egy elhatározás, vagy egy cél. Olyan lesz az elhatározásod, hogy ez lesz egy sem már megőrizni, szóval itt őrizni, míg az előbb azt mondta, hogy ugyanazt a sem márt használta, igen, hogy megőriz az igazságnak a... Bocsánat, nem hol van? Ja, meg... Pedig az előbb van, na mindegy. Szóval ez a, ez a meggondolás, ez a terv, ez az elgondolás, ez lesz annak a biztonsága, bizonyi, biztonsága vagy bizonysága, hogy majd meg fog szabadítani téged a gonosznak útjától, és a gonoszság szóló férfiútól. És ez az értelem megőriz téged, ez a tobunáv, meg, megértés, vagy felfogás. Ez az egész második fejezet elmondja ennek a hármasnak, úgy mint Daát, Tabuná és Hakma ennek az ányalatait is, hogy hogy működik ez az ember életében, de szerintem most már érti a... vagyis hát nagyon remélem, hogy közelebb jutottunk ahhoz, hogy mi is az a bölcsességbe Hakma, amiről beszélje Hua, amit ő akar. És hogyan működne ez az ember életében. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek után így végnézve ezt a magyar gyakorlatilag egy ilyen óvodás könyvnek tűnik ahhoz képest, amilyen ez lehetett illetve amilyen ez a gyakorlatban Héberben hogyha ha ezt, ezt így, így végig elemezgetjük ez egy uh, szenzációs írás akik elhagyják az igazságnak útját ez pedig, ez uh, a sár úgy, mint egyenes, jó ser, de úgy maga a szó az H3174-es ár, egyenes vagy felegyenesedett elfogadható, az. Így van az igazság, hogy járjanak a sötétség útján. A sötétségnek útján jár minden, aki gonosz, ez rá, és a gonoszság szóló, ez pedig az, aki úgy beszél. Oké, okay. ennyit erről. <laughs> és tényleg vissza a prédikátorhoz. Mm. És ezt a bölcsességet többet ne, szerintem ezt ezt, 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 mondhatjuk nyugodtan, hogy kiveséztük. A megharap a kígyó, ami meg nem varázsoltatott, azután semmi haszna nincsen a varázslónak. Ez a a kígyó bűvölő, És ez egyébként a lahás, ez suttog, bűvöl, eredetileg kígyóbűvölése utala ez a kifejezés. De ha valaki egymás között suttog, vagy susmarog, az szintén ez. Szóval ezt ne felejtsen senki, hogyha amikor másról van szó, annak a háta mögött a rossz indulatta, akkor az mind lahás. Mellesleg nahás, eh, a kígyó, az eh, Ugyanez a szó, csak egy NUN van az elején. Ez nahás. Szóval, de azért megnézem, hogy... Hogy úgy legyen, szóval... A hás, így van. És a nahás. A non az az élet, a hely az kinyilatkoztatás, de egyébként az ember felemelt kézzel, a sem pedig a két első fog, ami ugye a pusztítás jelenti. Szóval az élet, kinyilatkoztatás és a pusztítás gyakorlatilag élet, de egyébként lehet a mag vagy folytonosság, és ez a nahás, az élet kinyilatkoztatásának az elpusztítása, ez a kígyó, viszont a lakhás, az pedig a tanítás kinyilatkoztatásának a pusztítása, vagy a vezető kinyilatkoztatásának a pusztítása. Ez a két szó közötti különbség, legalábbis a karakterek, hát most aztán mindenki úgy veszi, ahogy, ahogy akarja, de érdekes módon a nahás az kígyót jelent, és ez a nahás szóból származik, ami annyit tesz, hogy fütyű, sziszeg, visszeg, sistereg. Sőt, itt tovább nem is tudunk haladni. Még a gesinius t megnézhetjük, de szerintem ugyanazt... Hát végülis nem. Ugye a Gesinius azt mondja, hogy varázsol mágiát űz, jósol jövendől, jövendőt mond, előjelnek, ó, vesz. De egyébként a suttog vagy sziszeg szóból ered. Hmm. Itt pedig ez, amiről beszél a lachás, ez kígyóbűvölés, ez pontosan a kígyót szelidíteném meg egyébként, de ez is suttog, susogás, susmargás, kántár, ráolvasás, a többi. Úgyhogy a kígyó az valami ilyesmit csinálhatott akkor azzal a fajta kommunikációval, azzal az információval, azzal a áttal, amit ő adott, azzal eltérítette az embert rossz útra. Ez a varázsoltat ez pedig próbálja ugyanezzel a kántálással, vagy susmorgással valakinek az akaratát befolyásolni, ez esetben a kígyóit, de egyébként ez csak egyszerűen arról szól ez a vers, hogy mikor későn érkezik a segítség, vagy pedig valami túl késő. Fölösleges már akkor a kígyót üvölni, amikor már megharapott valakit. Haladjunk tovább. Hát ez a bölcsesség ismét, szóval a bölcsember szájának beszélek kedvesek, erről, erről volt szó. Szóval a bölcsességről annyi, nagyon sok vers van, és, és így el fog az idő, de Jeremiás 8.3-at mindenképpen meg akarom mutatni. Úgyhogy ez Jáhú 8 és 3. Ó, oh inkább választja a halált. Ez ugye az ő népére, népéről szól. Ezt mondja, a a kihányják majd a Huda királynak csontjait, a Huda és Jerusalem. És inkább választja a halált, mint az életet, az egész maradék. Akik megmaradtak a gonosz nemzetségből, mindazokon a helyeken. Megmaradtak, ahová kiűztem őket, azt mondja, a Szóval, ahová el, őket, még ott is az ostobaságot csinálják. Ezt is mond nekik. Így szól Hua úgy esnek el, hogy fel nem kelhetnek, ha elfordulnak, nem fordulhatnak-e vissza. Én jól emlékszem, de Jahusán Hamásiák is beszél erről, és sajnos itt nincs benne a, a ebben a keresztivatkozásos diban, de pedig nagyszerű lenne. Pillanat. Oké, okay. pedig ugyanezt ismétli meg ő is. Egyébként nem is tudom, hogy hogy, hogy, hogy nincs itt. De. Miért fordul el ez a nép, Jérasszalaim örök elfordulásra? Csalátságnak adták magukat, visszafordulni nem akarnak. Ez a súb, ez megtérni. Figyeltem és hallottam. Ne, nem igazán beszélnek senki sincs, aki megbánja az ő gonosságát, ezt mondván. Mit cselekedtem? Minnyáján az ő futópályájukra térnek mint a harc rohanó ló. Mindenki megy a saját feje után. Még az Eszterág is tudja, ez a gólya, a maga idejét az égben a gerlice, a fecske, a daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniük, de az én népem nem tudja Jahua ítéletét. Az a helyzet, ez mispát, ugyanaz a mispát, amiről szó volt, úgy, mint hogy ítéletét ami, ami ugye volt a, um, amiről olvastunk az előbb a Tobuná, illetve Binával kapcsolatban, az nem tudja, ha valaki nem tudja Jahova szavát, vagy az ő ítéletét, akkor az nem tud jól cselekedni. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, és Jahova törvénye van nálunk, ez a tora? Bizony íme hazugságra munkál az írás tudok hazugtól. Szóval, hogyha nem tudod az ő ítéletét, nem csináld azt, amit ő mondod, hogyan mondhatod azt, hogy bölcs vagy? Egyenis a kettő kizárja egymást. Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogadtatnak. Íme megvetették Jahul a szavát. Micsoda bölcsességük van tehát nekik, ha valaki nem nem veszi tudomásul az ő szavát, ami természetesen azt mondja, hogy bölcsek vagyunk, és Jahó a torája van nálunk. Hogy mondhatja azt valaki, hogyha bölcs, Íme megvetették Jahul a szavát, az ő szavad, de bár ez az ő torája egyébként. Szóval, valaki vagy, ismeri azt, vagy nem lehet bölcs, és aki nem bölcs, az ostoba. Ugyanis csak két oldal van. Nincsen más. Tehát bölcsességről szerintem egyelőre ennyit, és nagyon gyorsan nézzük meg, mi az, amit még itt találunk. Volonnak munkája elfárasztja őt, mert a városba sem tud menni. Nézzük meg, hogy ez mit akarhat mondani. Igen, a munka kimeríti a balgákat úgy, hogy még a városba sem tudnak eltalálni. <laughs> a balgákat elfárasztja a nagy erőködésük, aki nem ismeri az utat, nem tud eljutni a városba. Sokkal jobb, attól tartok. A Szent István verzió. Én szerintem, ha más nem is, de arra jó volt ez a másfél óra, hogy rájöjjön mindenki arra, hogy hogy azért érdemes átböngészni különböző fordításokat, mert például ebben az esetben szerintem a Szent István verzió sokkal jobban elmondja, hogy miről is van szó. A balga, az ostoba embert elfárasztja a nagy erőködés, mert nem tudja, hogy hogy kell csinálni, hiszen nincs bölcsesség. A bölcsesség az, ami megmutatja az embernek, hogy hogyan kell a dolgokat csinálni. Ezért ő elfárad ez egy erőfeszítés, ez a munka fáradtságos, munka szenvedés, gyötrődése. Városba sem tud elmenni, ez pedig eltalálni a városba, ez az, amiről beszél itt. Nem ismeri az utat, ezért nem tud eljutni a városba. Elfárasztja az erőködése, mert nem tudja, hogy hogyan kell csinálni. Jaj, neked te ország, kinek a te királyod gyermek, és a te fejedelmeid reggel lesznek. Ez, erre rengeteg vers van, az egyik többek közt, illetve hát az, amit én ismerek, az ugye Jesiahu Ézsaiás 3.13, de egyébként az 5-ös is az. Adok nekik gyereket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak majd rajtuk. Ez egy probléma, ami ma történik a világban sajnos, a családokban, hogy a gyerek az, ami köré rendezik az egész családot, olyan értelemben, hogy a gyerek az, aki eldönti, hogy mit akar, vagy mi legyen. Legalábbis sok esetben. Szerintem az feltűnt mindenkinek, hogy a, a maga a vagy az írások az egy gyermeknevelés kézikönyv, ahol Jahua megmutatja, hogy hogyan kell nevelni egy gyereket, minket. Ezért mondja az, hogy Izrael fiai, úgy mint gyermekek, ő így nevel, szóval ez kell, hogy legyen mindenki számára a minta, úgyhogy nem kell, hogy valakinek gyereke legyen, hogy tudja, hogy hogy kell nevelni, csak egyszerűen ismernie kellene ezt a könyvet, és megértenie, de egyébként alkodás ad bölcsességet az emberek, és akkor tudja, a Jahuá egyetlen egyszer sem kérdezett minket, hogy mi a véleményük arról, amit ő csinál. Gyakorlatilag nulla alkalommal. Azért, mert ő tudja. Azért ő az atya, mert ő tudja, hogy mi a jó a gyereknek. Neki nem kell megkérdeznie tőlem, hogy mi az, amit én gondolok arról, amit csinálni kell, csak egyszerűen megmondja, hogy ez van. És ez elkerüli azt az alkotozást, ami ma történik a világban, amit én annyiszor láttam már, hogy akarsz enni, akarsz ide menni, akarsz oda menni, hogy legyen, mit vegyünk föl, mit tudom én mi. Ha nincs választási lehetőség, nem kérdezem meg. Egyszerűen csak ez van, ugye milyen jó, hogy ide megyünk, haha, -ha, kész, szóval ez az, amiről itt beszél, persze ő azt mondja, hogy vezetik az országot, hiszen láthattuk, legalábbis akik olvasták, Krónikák, vagy Hájemim erről szól, ugyanúgy, ahogy Malekim, mint hogy királyok, de részben egyébként Safatim, vagy Bírák könyve is, Arról, hogy hogyan adott ő neki különböző királyokat mennyi. Hány évesek volt, volt ezek közül gyerek mindenféle. De ez egy probléma. Sőt, nem is az a probléma. Égy nem is csak az. A gyerek a király, de a 13-as versben egyértelmű az is, hogy népem nyomorgatói gyermekek és asszonyok uralkodnak rajtuk. Ez is egy probléma. Hogyha az asszony uralkodik. Úgyhogy a, megvan a rend aztán abban mindenki szépen beilleszkedik, hogyha akar, ha meg nem, akkor meg mehet ahova akar, mert azt mondja, ez bár a sít 316, ugye ezt mondja az asszonynak, és epekedel a te férjed, ő pedig uralkodik, te rajtad, ez masál, ugyanaz a masál, szóval ő uralkodik, te rajtad, és a 313-ban azt mondja, hogy asszonyok uralkodnak a népen, ez ugyanaz a masál. Mellesleg, szóval ez egy fordított felállás, ami nem működik. De egyébként hát ezt látjuk ma a világban, szóval ez akkor sem működött, most sem működik, meg soha nem is fog. De igazából nekünk mindegy is, hogy a világ mit akar. Jaj, neked ország, ugye királyod, gyerek és fejreméid reggel lesznek, ez egy probléma. Ugyanis mindennek megvan a maga ideje, ez az, amiről beszél. Megvan a, az evésnek az ideje, megvan a munkának az ideje. Nem az, nem az, hogy nem lehet reggel lenni, ez arról beszél, hogy nem lehet az, vagy nem is azt, hogy nem lehet, hanem nem lakmározni. A Szent István ismét jobban eltalálja. Ez az, amiről beszél. Őrai reggel lakmároznak, ez ugye a Károly azt mondja, reggel esznek. Ami végül is annyira nem. Nagyszerű. Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, ez a nemes ember, ez nemes ember, vagy szabadnak szülelet. és a te fej, fejdelmei idejében esznek, ez éjjét megfelelő időpont, kijelölt időpont mellesleg. És ha jól gondolom, Itt megfelelő Időpont. Nem, ez ott. Másik. Oké. Okay. Tehát idejében esznek, ez a kijelölt időpont, és a testnek ereért, azaz azért, amire való az evés maga, hogy hogy táplálja az embert, és akkor tudjon menni tovább. És nem azért, hogy dorbézoljon, amit ugye az ital az itala fejez ki, ez ivászat egyébként, nem ita, hanem egy ilyen dorbézolás forma. Resség miatt elhanyatlik a házfedél, és a kezek ressége miatt csepeg a ház. Ez egyértelmű, a lustaság a resség egyébként. a és tétlenség, Postaság, ez effektíve az, amire, amire gondolna az ember. Ez az, ez az oka annak, hogy a dolgok tönkre mennek az ember körül, ezt mindenki ismer, legalábbis gondolom én ilyen embereket, akik akik nem nagyon foglalkoznak a kötelességeikkel, és akkor, hogyha elhanyagolja ezt az ember, akkor, akkor problémák merülnek fel. A vigasságnak okáért szereznek lakodalmat, és a bor vidámítja meg az élőket pénz szerzi meg mindezeket. Úgyhogy a pénznek van jelentősége, hogy ne lenne. Az probléma, hogyha az ember a pénzért csinál mindent, vagy akkor rendezi az életét, vagy abban bízik. A pénz nélkül nagyon nehéz meglenni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a Salomo erről ír 2500 évvel ezelőtt, hogy pénz nélkül nehéz ellenni, akkor mi az, amit ma mondana vajon? Hogy mindazok a akik ö, azt gondolják, vagy mondják, hogy a pénz nem jó, vagy azok nem értik a lényeget. Saul nem azt mondja, hogy a pénz nem ő, azt mondja, hogy a pénz szeretete minden gonoszságnak az, alap, az oka, nem a pénz maga. Még a te gondolatodban is a király ne átkozi, és a te ágyas házadban is gonoszt a gazdagnak, nem úgy, mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is bevádolná te a te beszédet. szárnyas állat az egyébként minden, aminek szárnya van. hogy ez a bál, hogy került ide, ez egy szányos, szány ez egyébként knáf, ami a ruha uh, szélére a rojtot kellene tenni, ez az a knáf, és érdekes azt mondja, hogy szány széle valaminek úgy, mint a földé, a gömb földé, szóval, Tová... még ez is elviszi a te beszédedet, de bár, még néhány dolgot ki eme, vagyis mondanék, a lustaságban nem mennék bele, mert ez, ez, egyértelmű, hogy mi az, amiről szó van. Azonban... Ne, bocsánat. Jó, azért egyet mégiscsak megmutatok. A mindenim ez Lukács, vagy Lukács, 18, és az 1-től 8-ig. Ez a hamisbíró bíró, története mondta pedig neki egy példázat, ez, ez parabola, erről volt már szó, arról, hogy mindig imádkozni kell, oké? Okay. Szóval miről szól a példázat? Hogyha valaminek az értelmét keressük, akkor általában elmondja, mindig imádkozni kell, és nem, meg nem restülni. Szóval, hogyha az asszonynak be kell fedni a fejét, hogyha imádkozik, vagy profétál, és mindig imádkozni kell, akkor ha ezt a kettőt összerakja az ember, akkor mikor kell befedni az asszonynak a fejét? De nem csak neki. Szóval, és nem pedig megrestülni ebben. Belefáradni, meglankadni, kimerülni. Amikor az ember nem csinál valamit tovább, mert már annyit csinálta, hogy beleunt. Belefásult, belefáradt. Volt egy bíró egy városban, aki Elohimet nem félte, és embert nem becsülte ez egy világi karakter volt. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony is elment ahhoz mondván, állj bosszút, értem az én ellenségemen. Az pedig nem akar rá egy ideig, de aztán mondja magában, jó lehet Elohimet nem félek, ember nem becsülök, mindazáltal mivel, hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen rám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig a halljátok, mit mond? E hamis bíró? Hát nem Elohim áll-e hosszút az ő választottaért? akik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk? Mondom nektek, hogy bosszút álljátok hamar, mint az által az embernek fia, amikor eljő, avagy talál le hitet a Földön. Ugyanúgy, ahogy a bíróval természetesen Jahu az, az asszony az ember, elmondta ugye az úr, ez szerintem a másiákra utal itt, de van ja, nem Jahua, hanem Jahusa, de ő mondja azt, hogy a hamis bíró is azt mondja, azt mondja, hogy halljátok, hogy mit mond, menjünk vissza, hogy mit mondott a hamis bíró, azt mondta, hogy nem becsülök senkit, mindazáltal terhemre van ez a nő, megszabadítom. Azt mondja, hogy ha hallod, hogy mit mond ez a hamis ember, hát akkor Elohim nem sokkal inkább meghallgat téged, hogyha ő hozzá ilyen nappal kiáltasz? Még akkor is, hogyha kivár, türelmes, béketűrő, állhatatos, kitartó, még akkor is, ha nem azonnal teljesíti? Érthető? Ha hiszünk benne, és imádkozunk, és kitartunk, akkor, mit mondt az elején? Azt mondta, hogy ne legyél rest, hogy ne, ne lankadj, ne gondold azt, hogy csak azért, mert nem történik meg egy-két napon belül, nem fog megtörténni. A hit az, ami tovább viszi az embert, hogy imádkozik, hogy mégiscsak, mégiscsak hát, ha Jahua teljesíti azt. Egyszer csak azt mondja, hogy jó, oké, elég volt. Megteszem. A kérdés azonban az, hogy mikor eljön majd az embernek, fia, mikor visszatér, akkor lesz-e olyan ember, aki állandóan imádkozik hozzá, és folyamatosan kapcsolatban van vele. Nem arról beszél, hogy mindig állandóan az ember térden csúszva megy. Nem csak az az imádkozás. Minden kommunikáció, ami vele történik, az ebbe a kategóriába tartozik. De erről szól ez a példázat, hogy így nem megrestülni, úgyhogy a reszségről szerintem már, csak ezt akartam megmutatni a rességgel kapcsolatban, hogy a Brihadesá is előkerüljön valamennyire. De egyébként Galatákhoz, Galatákhoz hatos fejezet, és pillanat, Galaták hat hetes verstől, ha jól látom, akkor ott is erről ír, azt mondja, ne tévejegetek, Elohim nem csúfattatik meg, amit vet az ember, azt aratja. Szóval a cselekedet az, ami, ami, aztán meghatározza a sorsunkat. Mert aki vet az ő testének, az a testből arat veszedelmet, aki pedig a léleknek, a lélekből örök életet. Két utat lehet járni. Ez ugye, ha másik elmondja kell 25-ben, hogy elválasztja majd a jobbra és balra az embereket, ugyanez a két út vet, vetődik fel most, és az egyik a test, a másik pedig a ruhák. Ezért még jó, hogy megnéztük ki a Hukanon 3-as fejezetet, ahol azt mondta, hogy a lélekből született az, aki majd örök életet nyer. Jó téteményben pedig meg ne restüljünk. Ez ugyanaz a restül, amiről a járk beszélt, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk, ez szintén ebből a az alapszóból származik, ez ugyanaz, aki elfáradt idő, idő előtt. Annak okáért még időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen a mi hitünknek cselédeivel azaz mindenkivel, de különösen azokkal, akik egy úton járnak velünk. És legyen elég ennyi, legyen elég ennyi ezzel kapcsolatban, mármint Kahele tüzes fejezet, illetve hát ugye Kadeás az új hónap, tizedik hónap, úgyhogy ezzel kapcsolatban ennyi, hmm. Nem tudom, hogy hogy valami esetleg felmerült-e. A én valóban beszél arról, hogy azonos nagyságú a nap és a hold, és a hold a naptól kapja a fényt, azonban azonban csak egy részét kapja, hiszen éjszaka nem kaphatja, szóval akkor este, mikor teli hold van, akkor honnan jön a fény? És nem kaphatja a naptól. Szóval nappal igen, éjszaka nem. Van a saját fénye, és kapja a naptól. Felesleg reprezentálja a Jahuát, és ha mássiákot, vagy a férjet és a feleséget. Ahogyan az atya állandóan ragyog, ezt mondja Yahoo egyébként, hogy a világosságnak atja, aki nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka. Sőt, ugye ő az, aki életet adja a húság és. Tehát nála a világosságok atyától száll alá, akinek nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Ő az, aki mindig világít, mint a nap. A hold pedig tőle kapja ezt a, a, fényt, vagy a bölcsességet, és ő úgy tud világítani este. Nappal feltöltődik, mikor ott van, éjszaka pedig visszaadja azt a fényt. A ha másják mint a szó, aki elhozza azt, vagy a feleség és a férj. A férj az, aki vezeti ezt a háztartást, aki meg, meghatározza az utat, a feleség pedig az, aki aztán ezt közvetít tovább a, ebben a hierarchiában már, hogyha egyáltalán van ilyen a valóságban, de remélhetőleg van, és egyre több hogy így van a holdnak saját fénye, de egyébként a hold nem nem kaphatja mindig a naptól, hiszen ezt egyértelműen elmondja, egyébként egy Mózesban, egy, egy Mózes, mikor azt mondja, hogy két nagy világító. Nem is tudom, hol van. Barasid, egy a Igen, legyenek világítótások az ég mennyezetén, napot nézzük Legyenek világító ez a világító, ez egyébként ma or világító test, egy égítest. Szóval legyenek égítestek az égmennyezé, hogy világítsanak a földre. Or. Oké. Okay. Val. Fényesnek lenni, fényesé válni, felragyogni, kivilágosodni. Teremtette a két nagy világító testet, ma or világít, vagy fényt ad le. A nagyobbik világító testet, ma or, ami világosságot ad le uralkodik a kisebbik világító testet, hogy észak az ola. Ezek világító testek úgy. Két darab világító test. mert mind a kettő világít. Rendben. Igazából még, hát, lehet, hogy annyit, hogy pillanat, uh... Talán most gyorsan meg fogom tudni találni, és akkor az egyértelmű teszi. Ez yes, Yashi azt mondja, hogy... Jaj, hoppá. Okay. Szóval ez a Maor egyébként, amit nem tudtam megmutatni az előbb, és nem volt ott. Mert az ég csillagai és a csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a naptál, és a hold fényét nem tündökölteti. Ez fénylik, ragyog, ragyogtat, fényt ad, megvilágít. Meg, ah. okay. Szóval a hold a fényét nem tündökölteti. Azért, mert amúgy tündökölteti. Van saját fénye. Ez az, amit tündököltet. De habakuk három nap és a hold megállnak helyükön, cikázó nyílt fényét. Ez viszont már már. Rendben. Akkor, ha nincsen egyéb kérdés, akkor. <laughs> ha itt van egy kérdés, ha. Ezt már megtárgyaltuk annyiszor, ezt a van-e a egyelemre, bla bla bla. Mindenki 90%-át az életének bűnben éli, ez, ez, ez túl van tárgyalva. A kegyelemre mindig van esély. Sőt, a kegyelem ingyen van. Értető? A kegyelemért nem kell semmit tenni, a kegyelmet már megkaptuk. Csak a hitet kell bizonyítani. Úgyhogy ezt, ezt a kérdést el kell felejteni, hogy van -e esély, vagy nincs -e esély. A lényeg az, hogy mi az, amit az ember tud tenni hogy bebizonyítsa a hité. A kegyelem megvan. Az benne van a, a zsákba. Az borítékolva van. Ami nincs borítékolva, az az, hogy az ember ki tud -e tartani mindvégig. Itt cselekedeteivel bizonyítván, az, hogy ő érdemes erre. Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy érdemes vagyok-e a kegyelemre, mert nem. De attól függetlenül az ember megkapta. Oké. Okay? Szóval köszönet a figyelemért, mindenkinek a leges legjobbakat. Találkozunk szombaton, és a bát alkalmával már tévetős fejezetet fogjuk folytatni, illetve jövő héten, akikkel találkozunk, nagyszerű lesz. És ha bármi kérdés van, vagy akármi, akkor azt megtaláltok, biztos vagyok benne. És köszönet Abaya a lehetőségért, hogy ismét együtt lehetünk, még ha így virtuálisan is, és hogy haladhatunk az úton, tanulhatunk. És és segít abban, hogy Hakmá, Biná és Dáát ne távozzon eltől. Halleluja és Yahusha Hamásia nevében a legjobbakat vásárolom.